Szóval az előzőhez képest úgy érzem, hogy kisebb lett a térfogatom, és a ruháim is úgy érzik. Az, hogy én így elkezdtem visszaformálódni, hihetetlen nagy önbizalom. Sokkal jobban érzem magam. Új ruhákat vettem, belefértem egy régi nadrágomba, és újra van bokám. Sziasztok! Ma nem méreckedünk, meg nem lesz semmilyen olyan stressz, ami benneteket így elfoglal. És arra gondoltam, hogy egy kicsit tesztellek benneteket. Megkértelek, hogy készüljetek egy kis ennivalóval, egy kis piknikre, amit itt a kertben mi így négyesben el fogunk fogyasztani. Rendesen fel tudtatok készülni? Volt probléma? Zsuzsi? Nekem nem volt probléma, én nekem nagyon könnyen meg tudtam tegnap este oldani. Hát te már így vásárolsz, hogy akkor már tudatosan tudtál készülni erre a napra. Így van, én már tudtam. Nagyon elkezdtem utána nézni az ételeknek a minőségének, most már azt is tudom, hogy mit honnan fogok beszerezni és honnan szerzek be, hogy minőségi húst, minőségi ételeket tudjak az asztalra rakni, akár zöldség, gyümölcs formájában is. Nagyon fontos, mert ez egy nagy lépés ugye az életmódváltásban is, hogy nem csak a mennyiségre, nem csak arra figyelünk, hogy mit teszünk le a polcról, hanem a minőségre is. Ennek nagyon örülök. Én is örülök, és köszönöm, hogy megtanulhattam, mert nagyon jó volt. Robi, mesélj, te, mint férfi, azért, ha piknikezni mentek a családdal, akkor gondolom a feleségedre marad a pakolás, illetve az étel összekészítése. Azt kell mondanom, hogy az életmódváltás óta egy kicsit megtanultam főzni. Magamnak főzöm, tehát ezeket az életmódos ételeket, ezeket magamnak készítem. Tehát a bevásárlástól egészen az elkészítésig és az elfogyasztásig. A gomba lett a nagy kedvencem, soha nem gondoltam, hogy ennyire szeretem a gombát. A cukkini dettó, tehát ugye ezek ilyen, ahogy nekem mondták, ezek ilyen lányos ételek, tudod. Lányos ételek, az egészséges zöldség. Hát a cukkini, a padlizsán, azok olyan lányok, tehát nem a férfias ételek közé tartozott nekem, de tényleg. Bevallom őszintén, én nem készültem semmivel erre a piknikre, mert arra gondoltam, hogy mindenbe egy kicsit belekóstolok. Viszont hoztam nektek egy kis ajándékot, hogy legközelebb könnyebb legyen a készülődés, illetve olyan ötleteket találhatok majd ebben a könyvben, ami tényleg megkönnyíti ezeket az előkészületeket, és akár a gyerekek is fogyaszthatják. Tessék, Robi! Nagyon szépen köszönöm! Tessék, Edina! Köszönöm szépen! És Zsuzsán! Nagyon szépen köszönöm! Én köszönöm! Ez meg fogja könnyíteni nagyon, én a weboldalról vadásztam eddig, de most lesz miből nézni. Igen, én is a weboldalt néztem. Ezek sehol máshol nem találhatóak, úgyhogy ezek csak is kizárólag itt a könyvben. Sok kudarc után első olyan diétám vagy életmódváltásom, amivel óriási sikert értem el. Évek óta nem fogytam ennyit, évek óta találkoztam a bokámmal újra, úgyhogy ezért ez nem semmi. Ennek nagyon-nagyon-nagyon örülök. Kapjuk a visszajelzéseket, és most tőletek is ugye kapjuk ezeket a pozitív visszajelzéseket, így simogatják a lelkem, úgyhogy ezért imádom a munkám. Elérkezett az ideje, hogy Edina, Zsuzsi és Robi is elővegyék a saját kezükkel a piknikre készített ételeiket. Kiderül, hogy átmennek-e ezek a fogások a szigorú Tomán rostán, azaz beleillenek-e főszereplőink testcsúlycsökkentő életmód programjába. Minden nagyon-nagyon finom, hihetetlenül kreatívak vagytok, és köszönjük. Mindent lehet. Nincs olyan összetétel itt az asztalon, vagy itt a pokrócon, amit nem szabadna. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rátok, de jól vigyázzatok, ugyanis 3 hét múlva újra találkozunk. Az lesz az utolsó találkozásunk, úgyhogy addig folytassátok ezt. A gondolatmenet, az életmódváltás nagyon jó úton halad, úgyhogy hajrá! Főzzetek, próbálgassátok a dolgokat, az ízeket, és 3 hét múlva újra látjuk egymást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szereplőink eleganciáját a Vince cipő biztosította.